Na, amíg a retinádba égeted az új sárpes modellt, addig egyrészt üdvözlőjék a Seiko Butik TV mai adásának nézőit, másrészt elmesélném, hogy még annak idején, amikor Seiko még nem volt, viszont volt időm utazni, egyszer eljutottunk Kambodzsába, és ugye van az Ankor nevű fantasztikus képződmény, vagy épület együttes, ahol az a divat, hogy ki kell menni éjszaka, le kell ülni, és meg kell várni, amíg az épületek és a fantasztikus csipkézett kőtornyok környékén följön a nap. És akkor rengeteg ember ül, a vak sötétben botorkál, és arra vár, hogy mikor lát valamit, mert egy kuk sötét van. És az ember persze tudja, hogy nagyjából ez, ez mikor fog bekövetkezni, de mégis próbálja a szemével befogadni azt az élményt és azt a pillanatot, amikor a semmiből először lesz valami. És ez tényleg igazából egy pillanat, mert amikor a, az első Fénysugár megtöri a, a kuk sötétet, és valami dereng, ez egy olyan, tényleg ez egy nagyon felemelő pillanat. Azt, hogy mit látsz, meg mennyi idő alatt borul végül is napfénybe az egész épület együtt, és ez egy másik dolog. De a pillanat az az, amit soha senki nem felejt és ezért hajlandóak a világ különböző pontjairól tízezer kilométereket utazni, hogy ezt ott átéljék. És ezt most azért meséltem el, mert az az óra, illetve az a két óra, amit elhoztunk nektek, ez színvilágában és gondolatiságában ezt a bizonyos pillanatot próbálja megjeleníteni, amikor az első fénysugár megtöri az éjszaka sötétjét. Voltál már amúgy ankorban? Nem. De egyébként, hogyha biztos, hogy egy nagyon nagy látvány lehet avval az épület együttessel, amit mondasz, de emlékszel, karácsony felé volt egy videó, amikor mondtam ugyanígy, hogy amikor a hajnalban, és egy felvettem olyan timelaps-es videóval a Balatonnál, amikor föl kell a nap, és ott van egy pillanat, amikor a fekete-fehérből színné válik, mikor az első napsugarak megjelennek, és tényleg az egy fél pillanat, aztán ahogy eléri mondjuk az nap fele már a horizontot, akkor meg elkezd intenzívebb lenni a szín is, de az, az egy nagyon szép pillanat. és és ott mindig, hát az olyan, mintha ha mindig egy tiszta lappal indulnál. <laughs> ha természetesen erre készülve ülsz le és nézed ezt, és nem éppen hazafele a buli negyedből, rád süt a nap, és, és úgy, úgy érkezel meg a világosságba. Egyébként hozzátenném, hogy ha már a buliból való hazatérésről van szó, akkor az a kifejezés, ami egyébként de nagyon szép szó magyarul, mindenféle dalokban, gyerekdalokban, sőt még filmekben is ugye előkerül, hajnalhasadás. Ezt jelenti. Talán bele sem gondolunk, akebono, ahogyan hát tényleg olyan, mintha valami menő szumós lenne, vagy nem tudom, a wrestling egyik sztárja, az Akebono, tehát magamnak nem tudnék jobb művész nevet kitalálni, ha nagy darab sportoló lennék. Szóval a hajnal hasadás, ami egyrészt nálunk egy ilyen szakkifejezés volt arról, hogy amikor hajnalban iszonyú éhes vagy, és még egy hideg pizzára bemész a deákon, az a hajnalhasadás. Ezt kell bemondani, hogy még muszáj benyomni valamit, mielőtt elmegyünk aludni. De, az Akebono, vagy magyarul a, a hasadás az, az most egy fantasztikus órán, illetve két órán is tetten érhető lesz, hogy hogyan ezt fogjuk nektek Attilával a mai műsorban elmondani. Ha már egyébként hajnalhasadás, akkor egy trendi fogalomról van szó, mert uh, ugye az filmek egyik uh, alcíme vagy valami a, a részek közül, az egyiknek is ugye ez a címe hogy hajnalhasadás. Nem tudom, mi akarsz inkább lenni a mai műsorban, vámpír, farkas, ember, vagy valami ehhez hasonló? De azért ez a film szubkulturálban is ott van, mint kifejezés. mindenképpen, mert az, az mindig valami újnak a, az első pillanata szerintem, uh -huh. és azért is. De forduljunk az órára. Mikor először megláttad az órát, akkor nem, nem ugrott vissza neked a korábbi... astron is. Neked mi? Nekem nem, a másik presszázs, amelyiknek nem lila, hanem vörös volt a számlapja. Az a hogy én rögtön, de megvan csak, hogy mire asszociálsz, mert én igen, azonnal igen. A, lilára a lilára asszociáltam, és uh -huh. azt mondtam, hogy ez az Astron Supernova sikerét lovagolhatja meg, ahol szintén ugye láttuk ezt a, ezt a lila Igen, de nekem nekem, hát, nekem biztos akkor azért jött vissza ez a, a japán művészzel kollaborált vörös számlapos, mert ott volt először az, hogy a számlap közepe az a, azt a tiszta szín volt, és a szélei fele meg egyre sötétedett. De ez most a, a kabuki, amit mondasz, kabukia. a színházas? Igen, igen. igen. Hát az egy vörösesebb, igen. És, és itt a vörös helyett lila van, uh -huh. de ugyanígy megvan ez a játék, hogy kifele sötétedik a, a számlap ezen a preszázs mintán. Viszont most ezen a Sharp GMT modellen több új dizájn is fel lehet fedezni, ami eddig nem volt a Sharp és ebből a szempontból Mondhatjuk, hogy ez egy picit egy új Sárpegy GMT, uh -huh. és nézzük is akkor rögtön ezeket a, a jegyeket. Illetve, bocsánat, rosszul mondta, nem is csak a GMT, hanem a három mutatós változatnál Mert is. Igen, hogy vannak. SPB 361, 363. Ugyan, igen, mind a kettőnél ugyanezek az új jegyek felelhetőek, és akkor kezdjük mondjuk az elsővel, ami a legtöbbször megjelenik, az az indexeknek az újabb kialakítása. Vagy Nagyon izgalmas. Kialakítása amihez az a háttér sztori, hogy ha fel kell a nap, akkor minden szögből süsse az indexeket is, és ezért, hogy hogyha közel liben nézzük azt, uh -huh. hogy például az SPB 165-ösnek az indexei, és most kerestem egy nagy felbontású képet, akkor ott az látható, hogy az indexek szélei azt szinte függőlegesre le vannak vágva, gyönyörűen polírozva a felső rész, és amikor arra ráesett a fény, hogyha ilyen kicsit ilyen homogénebb fény jött, akkor lehetett az, hogy egyszerre mind a 12 szépen világított, mert egy volt. Itt viszont ennél a, a modellnél ezek az indexek trapéz alakúak. Trapez alakúak. Egy picit szemnek egyébként, ha nem a lupéval nézed, vagy nem szemüveggel, és egy kicsit olyan vagy, mint én, akkor már úgy is érezheted, mintha le lenne kerekítve. Bak. Le lenne kerekítve, de nem valóban trapéz alakúak, és szinte minden irányból fölveszik ezt a, a fényjátékot, és ezáltal jelentősen több vagy más lett, uh -huh. mint a korábbi GMT. Nem biztos, Igen. hogy minden modellnek ez jól állna szerintem, de ezzel a, a radiálisan kifele sötétedő számlappal együtt, Szerintem ez így összepasszol. Amúgy ö, én ritkán veszek lupét egy index miatt, mert az ember hajlamosan azt gondolja, hogy jó, hát nyilván ez szép, de hogy csak egyik olyan, mint a uh -huh. másik, de elképesztő, miket ö, föl lehet rajta fedezni. Tehát ugye egyrészt a felső sík, amiatt, hogy az index trapéz formáit, tehát hogy biztos értsétek, akkor is, ha most nem néztek egy képet, tehát ráfekszik a, a számokra az index, és akkor utána a két széle az elég drasztikusan vágva van, de emiatt a fölső felület ugye értelemszerűen kisebb mm -hmm. a, a legfőső, viszont ez a kisebb felület, ez mind a 12-es, mind a 6-os, de még a, a kis indexeknél, tehát hogy 2-es, 3-as, 10-es, 11-es, ott is, megkapott egy ilyen nagyon finom szálhúzott barázdáltságot, tehát annak ellenére, hogy a mérete szerintem nagyjából a felére csökkent, vagy mondjuk kétharmadára a hagyományos uh -huh. index kialakításhoz képest, mégis mindegyik díszített fölül, sőt, azt is hozzáteszem, hogy ugye ez a trapézforma, ez nem csak a két oldalára vonatkozik az indexnek, hanem a számlap pereme felől is döntött, és ez egyébként nem is minden rajzon látszik tökéletesen, tehát ha, ha, nem síkötete, értitek, érte, ha nem értitek, hogy miért van alapvetően három-négy színe csak egyetlen egy ilyen indexnek, akkor most már megértettétek, hogy mit láttok a képen, azt, hogy igazából négy síkot lehet látni. Ugye a fölsőt, a két oldalsót és még a hátsó is ö, olyan szögben dől, hogy ö, ez egy négy síkú és így módon négy ö, féle színű, fény négy módon visszaverő index. Gyönyörű lett. Amúgy mindez a koncepció mentén zajlik, tehát, hogy az első fénysugár, Igen, azt mindig erről ne. beszéljük, az első fénysugár. Benne maradt teljesen a Sharp feelingbe, de szerintem egy jelentős upgrade lett. Aztán az egyedi ízlés kérdése, hogy kinek melyik fajta index tetszik jobban, a korábbi visszafogottabb, vagy ez, ami egy picit intenzívebben használja a fényeknek az erejét és valóban ez a tetején levő szápolírozottság, meg ez a súlyt a felső síknak, hiszen akkor ott még egy picit több lépcsőben törik a fény. De még azért azt is mondjuk észre, hogy ugye ezeknél a, a elegáns óráknál nem jellemző ugye az, hogy lume elemeket használnak, ennek ellenére a sharp van, és ugye itt az indexek végénél is van egy letörés azért, hogy a, az index és a belső gyűrűk között még maradjon hely a világító vagy foszforeszkáló elemeknek. De nézzük a következő. Másik újítás. Másik újítás másodperc mutató. Óriási. Azt akartad mondani? Azt akartam mondani. Tehát, hogy hozzányúltak és, és szerintem nagyon-nagyon jó lett, mert az első, ami nekem leginkább szembe tűnik, az a másodperc mutatónak a vége az a, a picit nyíl, de a másik vége is változott. De azt nem néztem. A másik vége is változott, de a, a hosszabb vége, ami igen. egészen kimegy a, a gyűrűig, tehát uh, túlnyúlik túl, túl a számlapon. A, az indexeken. Tehát tovább. Uh, az indexeken és a számlapon. Tehát ott karcolja a belső rámának a, igen. a szinte a felületét. És egy olyan pici bárd véget kapott az inde, a, ez a, a mutató, ami aminek szerintem a súlyán sokat dolgozhattak, hogy ne legyen túl kevés, ne legyen túl sok. Uh -huh. Ha látod, akkor onnantól kezdve ott, mint egy bogár beülés, akkor mindig észre fogod venni, de elsőre nem biztos, ha nem mondom, akkor nem biztos, hogy feltűnt az, hogy ott lett egy ilyen kis plusz. Igen. És, és, és azt sem mindegy, hogy milyen alakú ez a nyílnak adja. Csak annyit mondunk, hogy ez egy nagyon vékony, tényleg a fénysugára hajazó nyíl, akkor az oké, okay, de hogy ugye ez egy alapvetően olyan nyílhegy, aminek a, aminek a vonalai nem szögletesek. Nem, e, hát tehát, hogy az, vagyunk szokva, és ugye itt is a GMT modellnél ez a klasszikus háromszög alakú e, mutatót látjuk a negyediknél, hogy ez egy kicsit ilyen gömbölyített, inkább talán a vízcsepre, még leginkább egy ilyen elnyújtott vízcsepre hasonlító forma, nagyon szép lett. És tényleg. egyébként ez, a, amit te mondasz, hogy a másodperc utató vége gömbölyített, Innen jön szerintem a szemnek vissza az indexekre az, hogy úgy tűnik, mintha az indexek is gömbölyítettek lennének. Jó. Pedig, pedig, nem az. Szóval nagyon szépen nyúltak hozzá, természetesen a sárp egyre jellemző számlap minta nem változott, és továbbra is 4 10 mm mélységűek ezek a barázdák, hát majd egyszer, hogyha lesz rá lehetőség, akkor ki fogunk szerelni egyet, egy sárpegy számlapot, és a számlapod. Kíváncsi rajta. vagyok, igen, hogyha tapintom, akkor az mm -hmm. a négy tized milliméter, az az új bedgyel, mennyire mély barázdákat jelent. Minden esetre azt meg a játékot, érzed. ami mindenképpen, hát a, a, a sokkal kevesebbet is, csak a feelinget, hogy, hogy a mennyi a négy tized milliméter. Hát most, az, hogy, hogy már tudom, hogy most már könnyebben. Meg meg az, hogy ez nem kamu 3D, tehát ugye nagyon sok olyan számlap mintát látunk, ami olyan, mintha 3D lenne, és ez nem fontos elmondani, hogy ez az Asanoha, tehát a, a Kender levél minta, ez egy igazi varázslat. Eh, igazi Hardware-esen, Igen, Igen, hard hardware. nem szoftware rá. Vala, rá Zsolt. És akkor szerintem, ami, ami nagyon szép még ennél az óránál, az pedig a GMT mutatónak a színválasztása, ami azt gondolom, hogy az előbb elmondott sok intenzív elem mellett a fehér rességével egy eleganciát ad mégiscsak a, az egész órának. Sőt, szerintem ez a fehér GMT mutató választás, ez, ez kimondottan meglepő ezen az órán. Tehát elsőre azt mondanám, hogy tök az összhang, de nem is értem igazán, hogy a fehéret az hogy találták ide ki, mert ugye nem beszéltünk még a színről, említettük ezt a lilát, ami kívülről, kívül sötét befelé világosodik, de hogy ehhez ugye a rózsa szint választották ki a dizájnerek, mind a mutatókhoz, mind pedig az indexekhez, ami mondhatjuk, mondjuk elsősorban nekem a három mutatósnál, hogy azért talán egy, nem tántorítok el senkit, egy, egy női jelleget azért ad az órának a lila és a rózsa arany együtt, ennél kevésbé talán, ennél kimondottan azt mondanám, hogy hát minimum unisex, Maradjunk nem. ennél a megfogalmazásnál. Nem, nem, a lila nem. meg a nem? Nálam ez egy ilyen, inkább azt mondom, egy ilyen ünnepi ilyen kicsit estélyesebb uh -huh. eleganciát ad neki a rózsaszarany. Mindenképpen én, én sokkal jobban szeretem, mint a, a sárgaranyat, de de nehéz a lila mellé szint választani, Persze. szerintem. De a fehér, Mert amúgy ő, nem, nem meglepő egyébként? A, hogy a fehér az anyag, ebbe a kombinációba, negyedik mutatónak, pont a fehéret beleválasztották? Nekem. Mi lett volna egyébként? A fekete túl sötét, ugye mert pont a lilának a külső része a fekete, tehát nem látod jól, tehát mindenképpen valami világosabb kell. És mit, kéket? Nem. Zöld, nem. Nem, szint, azt, hát ezüst. Tehát az ezüst nem megy el annyira az aranyhoz, persze. De ilyet is láttunk már amúgy kombinációban. A fehér az egy könnyedséget kölcsönöz, és ebben az egyébként több segédszámlapos, a GMT-nek ez a félköre, ami a háromtól tól fut ugye a belső rámán, az aszanol minta mellett. Én azt gondolom, hogy kicsit le kellett könnyíteni, és azért uh -huh. elegáns is, és egy és kevésbé súlyos, mint a bármi más lenne. Egyébként, ha már a színekről beszélünk, azért bár nyilván már látjátok, de nem beszéltünk még erről a bevonatos, fekete bevonatos tokról, illetve szíról, mert igazából ennek a pillanatnak, tehát az akebónónak, a, a, hajnalhasadás pillanatának az összes színe, ez így lesz teljes, tehát van egy korom fekete tokés szí, ez az éjszaka, van egy euh, lilából ébredező számlap, ez ugye ahogyan az égbolt elkezd derengeni, és vannak ezek a fénysugarakat idéző arany nyilveszők, amit a, az indexek és a mutatók jelentenek. Tehát ez a három szín, a fénysugár, a derengő égbolt és a fekete éjszaka, ez így jelenik meg rajta. Most mondhatjátok persze, hogy blá-blá-blá-blá-blá, de amúgy ha, ha azért mondjuk ezt mindig el, mert ha ismeritek a sztorit, akkor szerintem egész más viselni ezt az órát, mintha csak nem, azt mondom, nem. hogy az én órámon van fekete, meg lila, meg rózsa arany. Igen. Hát én szerintem a mai világnak ez az egyik legfontosabb része, hogy amit hordasz, mindegy, egy ruha, cipő, óra, bármi, azt azért egy picit ismert, és most már annyira előre haladott a technológia minden szinten, és annyira gazdagok a márkák, hogy ezek a történetekkel sokkal többek lesznek a termékek. Sokkal jobban egy, egyért tudsz válni vele, és akkor élvezed igazán annak uh -huh. a, az órának is a viselését. És akkor azért tegyük meg az alapvető különbséget. Tehát ugye alapvetően van egy GMT és van egy sima három mutatós modellünk. A GMT az egy 45 órás árástartalékkal rendelkező, határ 64-es számra hallgató óra. Ami ugye, ugye... Tavaly, tavaly jelent meg, tehát egy viszonylag egy friss szerkezet. Egy fix, nyilván a presszázsnál a lünettát az ember nem is akarja mozgatni, tehát egy fix 24-es beosztású lünettáról van szó, amely ugye abban segít, hogy a GMT funkciót le lehessen az óráról olvasni, és akkor ezzel szemben áll egy a, ezeket a funkciókat nélkülöző, egy sokkal letisztultabb, cserébe dátumablakkal rendelkező modell, ami a, hát a, színében tökéletesen hozza, meg persze a tokformában is sárpes, de egyébként olyan érdekes, hogy, hogy egyforma, most közel hozom, egyforma, és mégis jellegét tekintve, vagy a feelinget tekintve, hogy melyiket hova képzeled el, nekem teljesen más. Tehát ő, ő egy, ahogy mondtad, egy, egy unikális alkalomra való, egy, egy komolyabb helyen, egy vacsora, vagy egy estére való óra, és ez pedig annyival sportosabb, amennyire a GMT és egy... annak a, a segédszámlapjai számlapjai azzá teszi. Sportosan elegáns. És ö... Tudom, hogy kérdeztünk már ilyet, de mai kérdés is a Szejkogutikos csomagér az, hogy a kettő közül melyiket választanátok. És azért ragaszkodom most eze, ehhez a kérdéshez, mert ezt már megkérdeztük tőletek korábban, amikor a Sárpedzseknek egy másik modellpárosa volt itt az asztalon, de szerintem nagyon más a színektől függően az, hogy éppen melyik a kedveltebb. Szóval akkoriban nagyon sokan azt mondták, hogy a három mutatós az letisztultabb, elegánsabb, de most kíváncsi vagyok, hogy ez a kettő között, aminél a fekete tokozat, fekete uh -huh. csat, egy picit a sportosság felé húzza talán mégis, itt is a, vajon a három mutatós változat fog-e nyerni, vagy itt, amikor fekete tok, sötét számlap van, egy lila, sötét lila számlapos óra, akkor esetleg ez a GMT-vel bővített modell, ez már egy picit áthajlik-e a több uh -huh. kedvelés felé. És egyébként, ha még annyi gyors összehasonlítást megengedtek, akkor ugye azért van ára természetesen a, a GMT funkciónak, ugye itt egy 45 órás, ebben az esetben egy 75 70 órás járástartalékról beszélünk ennél a az, szerkezetnél. Az, nem a GMT funkciónak a, járás, a Másik szerkezet, abból a szempontból, hogy kisebb a, a lengés lengészem. Tehát ez kimondottan ugye a 6 35 ös szerkezet, más volt így, a, én azt gondolom, a, az Jó, eredeti Az ez egy de, jelentős különbség, a 45 de, de és a 70. egy picit hozzá. Elég jelentős a méretkülönbség is. Ugye, ez, a 42 ez egy 42-nél kicsit nagyobb átmérőjű ez egy 39-nél enyhén nagyobb átmérőjű Még nagyobb a különbség egyébként a vastagságban, amit próbálok esetleg érzékeltetni, de nyilván így most nagyon nehéz. Az egyik 13 es a másik 11 es ez, ez kis hián negyedével vastagabb. Tehát 20, 22-3% különbség van a vastagságot tekintve a két modell között. Uh -huh. Mindig elmondom, de hát ha vannak akik újak, 19 cm-es az én csukló kerületem, azon látjátok most ezt az órát, azt gondolom, hogy az enyém az egy közel átlagos, és ezért sokak számára ez megfelelő lehet. És akkor tedd ide létszél -e a másikat, hogy így a, aha, Csak azért, nem. hogy látszódjon így a különbség csuklon, hogy amit az előbb elmondtál, elmondtál, előbb elmondtál számokat, azok a valóságban. Tehát mi, ez mi a 39-es 11 vastagsággal, ez kimondottan tehát tehát látványosan ö... kisebb azért. Mondom, hát 20-25% van, tehát azért azt az nehéz áthidalni optikai trükkökkel. Az a kérdés, hogy szükséges-e, hogy tehát, hogy ad-e többet vagy kevesebbet az egyik, meg a másik, attól, hogy uh -huh. köztük van ez a kis átmérő különbség. A vastagságot beszéltük. Én azt gondolom, hogy a vastagságban az jól látható, akkor, amikor teljesen így szembe teszem magammal a két órát, de amikor ennyi szintkülönbség van így a szememben, uh -huh. akkor néznek, hogy a Kialakításban már kevésbé látszik a vastagságbeli különbség, mert innentől, ahol nem látod a, a hátlapját az órának, akkor azt már elnyeli a, a letörés. Igen, Tehát Igen. ott már kevésbé. Érzel. Igen, alapvetően a jellegét nem a vastagsága, hanem mégis csak ezek az nem. éles síkok és élek magyarán a Sárpedzs jellemzői határozzák meg. Amit még egyébként ezzel kapcsolatban akartam elmondani, az az, hogy természetesen az esbetű ott van a koronán, úgyhogy azért, és erről lesz majd szó későbbi műsorainkban is, hogy a különböző Seiko nagy családoknak a szimbólumai, amilyen a King Seiko, amiről majd pár hét múlva fogunk beszélni, vagy amilyen ez a presszás modell, azért Ennyi eltérés vagy kilengés mindig van, tehát ha ránézünk, akkor a Seiko a Seiko, de azért a korona mindig elárulja, hogy, hogy melyik ö, modell családhoz tartozóra óra van a kezünkben. Egyébként, ha már a hátáról volt szó, akkor mind a kettőnek ö, átlátszó a hátlapja, tehát lehet csodálni a szerkezet működését, és az S betű arra utal, hogyha esetleg nagyon kerek, módon ébrednénk, és nem ütne eszünkbe, hogy melyiket dobjuk föl, hogy azért itt egy presszázs van a kezünkön. Még egy érdekes információ, egy fontos információ, mind a kettő 2000 darabos limitált kiadás, ami az óra hátlapjában van gravírozva és talán egy jó hír, hogy a, a bejelentés kor még áprilisra volt prognosztizálva, hogy ez az óra az üzletekbe fog kerülni, de már március elejétől itt van és kapható, úgyhogy keressétek meg a hozzátok legközelebbi Seiko kiemelt partnerünket, akinél ezt az órát fel tudjátok próbálni. Azt pedig, hogy melyik partnerünk van hozzátok a legközelebb, azt a Seiko Butik, appliká vagy Seiko Klub applikációban tudjátok megtalálni. Töltsétek le az App Store-ból vagy Google Play Store-ból, és alul a kontakt menüben láttok egy üzletkereső menüpontot, hogyha be van kapcsolva a telefonba a helymeghatározás és engedélyezve van az applikációnak, akkor megmutatja a hozzátok legközelebb levő üzletet, sőt, még igyekeztünk abban is segíteni nektek, hogy az üzletekről van egy külső fotó, így hogyha például egy bevásárló központi üzletet kerestek, akkor az üzlet fotójáról sokkal könnyebb lesz felismerni, mint kizárólag magáról a nevéről. Még az egyszer, aszan, akkor igen, még Csak azt hogy még japán leckével kezdjük, vagy időnként, és azzal is zárjuk, az a Akebono. És most már, ha megnéztétek a videót, meg azt is tudjátok, hogy miről van szó. Tehát akkor még egyszer várjuk a véleményeteket, hogy a két óra közül most melyiket választanátok neked. Hát vitám felül. GNT. Nálam is. Azért vagyok kíváncsi, hogy a, a nézők többségénél, Igen, Igen. nálatok marad-e a három mutató? A utató? kérdés, hogy a, szerintem az a legnagyobb kérdés, hogy az a lilás szín, ami kezdetben okozhat némi idegenkedést, mert nem mondanám konvencionálisnak, eh, hogy ez nagyon oda e az elegáns exkluzíva alkalmi órához, vagy képesek vagytok kétségkívül egy hétköznapi órában is elképzelni, de tényleg azt gondolom, hogy azért a lila szín elő-elő kerül, ha más nem, akkor az az Astron be... Super azok az astromodellek azok, azok lilásabbak szerintem. De az, ez de, de az más Igen, erről nem beszéltünk. Most Szépen. még ide bígyeztem a végére, hogy azért nyilván a lila sem ugyanaz a lila. Azok... Milyenek milyen mondják? Azok egy, egy kicsit val, Hát nem? Ez Tehát egy ez egy inkább tint, tintásabb vagy indigósabb lila Az talán padlizsánosabb. Hát nehéz azért ezt megfogalmazni. Ehhez ilyen költőnek kéne hozzá lenni. De ha más nem, akkor tegyétek meg, hogy egymás mellé rakjátok az Astron szupernováját és a Sharp közül bármelyiket, amit most megmutattunk, és próbáljátok meg eldönteni, nem kell szavakba önteni, szemmel láthatóan nekünk sem megy, hogy mi a különbség feelingben. Hát ha meg írni nekünk itt a videó alatt, kíváncsian várjuk. Köszönöm, néztetek minket, nyomjatok harangot, jelöljetek minket be, és kommenteljetek egészen nyugodtan. Várunk titeket jövő is.